Nagy szeretettel köszöntöm Bárdi Lászlót, a Pécsi Tudományegyetem docensét és az Ázsia Intézet alapító igazgatóját. Nagyon kedves tőlem, hogy eljött, mert Pécsről jött el, és mivel menet időközben mióta megszervezt, megbeszéltük, és voltam kedves, hogy elvállalt, hogy eljön, azóta átszervezték a közlekedést, úgyhogy most nehezített feltételek között kell hazautaznia. 6 órakor, vagy 3-6-kor el kell indulnia, és így is csak éjfélre fog hazaérni Pécsbe. De ezt elvállalta az előadás kedvéért, úgyhogy nagyon köszönöm, és szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm Önöket, és már is elkezdünk beszélgetni. Ahogyan Attila megrendelte, hogy milyen témáról beszéljünk, a hunokról, a hunok vándorlásáról, akik ismerősek, mert a magyar történelmet gyakorlatilag nem lehet a hunok nélkül megírni. És ugye minden nép keresi az őseit, keresi önmagát, az eredetét, ahogyan az egyes ember is a családja iránt nem közömbös. Hát ugyanez a helyzet a népekkel is. És minél messzebb megyünk, annál távolabbi kapcsolatokat kell keresnünk, és hát ahogyan már emlegettem, a hunok, ahogyan a magyar krónikák egy része, nagy része erről sokat ír, hát így jöttek ők a képbe, és erről elég sokat lehet olvasni, hiszen éppen Attilának is, a klub kitűnő vezetőnek jelent meg erről a témakörről érdekes, izgalmas könyve. Itt hozzátenném azt, hogy én most egy kicsikét, hát nem is annyira az itteni körülményekről, arról elég sokat lehet olvasni, és erről elég sokat lehetett korábban is tudni. Persze bizonytalanság mindig van. Én most a hunok eredetéről, illetőleg azt, hogy hogyan jöttek ide a Kárpát-medencébe. Pontosabban nem csak a Kárpát-medencébe, itt a birodalmak székhelye volt. Mert gyakorlatilag Kelet-Európa mind az övék volt, mind Attila birodalmához tartozott, és hát az a térség, ahonnan elindultak, ez, hát igen, főleg erről szeretnék beszélni, és erről a térképeket is. Hát igen, sajnos egy kicsit gyakran lehet látni, mert ezek pont azt a területet akarják ábrázolni, ahonnan a hunok elindultak a legjobb tudomásunk szerint, a régészek, néprajzosok, történészek vizsgálatai alapján, és ez a térkép ezt próbálja érzékelni. Na most annyival egy kicsikét mást mondanék, mint amit mondjuk a francia, német, stb. Történelemkönyvekben lehet olvasni, hogy hát én évtizedek óta ezzel foglalkozom, ez a tanult szakmám és a hivatásom, és 20 év óta tulajdonképpen a hunok és az antik lovasnomád népek helyszíni kutatásaiban, Belső-Ázsiában 24 alkalommal volt, a múlt hónapokban jöttem meg a 24. utamról, és valami 520-540 napot töltöttem ott, tehát úgy szólván, és ezen kívül természetesen nem csak Belső-Ázsiának a kínai részét, ahol hunok éltek, tudomásunk szerint a legrégibb ismert ősi szállásterületük, hanem a kapcsolt területeket, tehát Mongóliában, Indiában, Sikkimben, Nepálban, természetesen sokszor többször voltam. De ezt csak azért mondom, meg nyilván a hivatásom miatt kell ismernem azokat a krónikákat, amik erről szólnak. Hiszen Európában, de ezt hallották más előadóktól, hogy itt ugyan Attiláról és a hunokról sokat írtak. Csak azok, akik írtak, kettő volt, aki látott élő hunt, nagyon rövid ideig, nagyon felületesen. Ahogyan, hát amikor magam is először voltam az első 4-5 út után még, nem nagyon mertem leírni egy sort sem, mert éreztem, hogy keveset tudok. És hát lehet gondolni, hogy akkor az európai, a gót, a bizánci, a többi krónikás milyen pontosan ért. Ugye ezért volt Attila az ördögök fia, vagy atya, vagy unokája, vagy bármicsoda. Szarvakkal, patával, az ördöggel egy színvonalon emlegették. Na de hát a rémirekből híreket kovácsoltak. A hunok legősibb szállászterületén más a helyzet, mert ott évszázadokig éltek, évszázadokig, és hát nyilván ezeket kellett ott is vizsgálnom, hiszen tanítottam sem egyetemeken. Nevetséges dologtam, kínaiaknak Kínában tanítani kínai korai történelmet, de hát ilyen furcsa a világ. És rengeteg pont, ezt most csak azért mondottam, bocsássák meg az egyes szám első személy, nagyon idegen a mindenféle egoizmus tőlem, de itt a tények miatt kellett így gondolnom. Mert ezért van az, hogy rengeteget dolgoztam azokkal a, nem csak a régészeti leleteikkel, meg a krónikáikkal is, amik azért szóltak róluk pontosan,
hiszen minden népnek érdeke, hogy a szomszédságában élő népeknek a katonai erejét, gazdasági súlyát, általában a társadalmat, a név nyelvét, szerkezetét, stb. Ismeri egy kicsikét pontosabban. Ott már nem lehetett lényegekben gondolkodni. Most, ha lenne ide, akkor szövegelnék arról, hogy milyen furcsa, amikor egy nép próbálja kitalálni az ős történetét. És akkor, mint ahogy mondjuk, azért sem mondom, hogy a Dátoromán meg a Nagymorva Birodalom, de az egy furcsa dolog, bár talán vannak, akik láttak olyan könyveket, a Román Akadémiát kiadott, a 160 éves Román Államnak kiadta, a 2050 éves Gétadák Birodalom, ugye? Ugyanis írt az akkori határozat, hogy a két nép egyesülésének legnemesebb sarja vagyunk, mondták ők. Na ott, abban az akadémiai díjnyertes könyvben, amikor 51-szer olvastam már azt, hogy nincs róla pontos tudomásunk, leletünk, de ha volt, ilyen lehetett. Na a történet ilyen nincsen. A fantáziára sokszor szükség van, de ahhoz sokat kell tudni, hogy az ember egy megszakított vonal hiányosságát valószínűséggel tudja kitölteni. De nem egészen olyasféleképpen, mint az előbb, hogy nem tudunk semmit, de ha lehetett, ilyen lehetett. Na hát ez belefér egy science fictionbe, egy regénybe, de a történelemtől ez távol áll. Hát Kínában más volt a helyzet, és hát ott rengeteg régészeti leletet is, kínai, indiai, japán régészettel dolgoztunk sokszor együtt, és hát rengeteg hunsírt is megnéztünk, meg egy csomó olyasfélét, ami megerősítést, támpontot, tényszerű támpontot ad a létükről és a hollétükről. Na most ez olyan fontos, mert az eredetkutatásban nem lehet csak egyetlen tudomány alapján elindulni. Ugye ismerik jól, hogy nagyjából a 19. század közepe tájától a magyar eredetnél a nyelvészek szava volt a döntő. A nyelvi rokonság és hasonlóság alapján. A többit meg sem kérdezték, pedig egy ilyen összetett tudomány van a néprajznak, a vallástörténetnek, a zenetörténetnek. Ezerféle ebből a szempontból segédtudománynak van szerepe, újabban a genetikának, amelyek nagyon fontos adatokat tudnak szolgáltatni. Mert egyik sem jogosult arra, hogy a másik nevében nyilatkozzon. És hát nyelvek hasonlóság. Hát gondoljanak arra, hogy mert nálunk ugye csak annak alapján történt a magyar eredetről a hivatalosnak nevezhető döntés. A nyelvek hasonlóság. Hát gondoljanak arra, hogy Angliában mondjuk na, a szélsőségek kedvére a lordok háza, a felsőház. A szép hófehérbőrű, angolul beszélő lord ugyanazt a nyelvet használja, amit Közép-Afrikában, hála az angol gyarmatosításnak, Nigériának a hivatalos nyelvetőben között az angol, mint egy csomó volt gyarmaton. A korom fekete postamester meg állomás főnök ugyanezen a nyelven beszél, nem hasonlítanak a nyelvek, azonosak, rokonok. Kikérni mind a kettőnk magának. Na, tudom, hogy a példa nem igazán jó, de érzékelteti azt azért, hogy mennyire nem szabad egyetlen tudományra hagyatkozni. Na most Kína esetében az a jó, hogy ott, ahogyan vizsgáltuk a régészeti leleteket, ahogyan a krónikákat, a korabeli krónikákat, mert ne felejtsék el, egyrészt egy forrás, nem forrás, mint tanultuk örlendől. Amikor 3-4-5 egy irányba mutat. A másik, a korabeli forrás, tehát nem, hogy 1000 évvel később írtak, 1500 évvel később, a korabeli forrás. Nem akarom mutatni a jelenlévőket ilyen forrástörténeti tanulmányokkal, de Kína esetében az a jó, hogy a tárgyi leletanyag a síroknak, a följegyzéseknek, a sziklavéseteknek, a szokásoknak, a hagyományoknak, a zenetörténeti összehasonlító tanulmányoknak, tehát egy csomó tudományágnak, újabban a genetikának, mind egy irányban a hasonlóság és azonosság, az összetartozás irányában mutatnak a leletei. Na hát, egy kicsit rövidebbre kell fogni egy pár dolgot, és most onnan kezdem, hogy a hunok legrégibb ismert szállásterülete. Na most itt ne felejtsék azt el, hogy minden népnek a történelme, amikor kezdődik, az tulajdonképpen, amikor már följegyezték, amikor már súlya volt a történelemben. Mert az, hogy Krisztus előtt 318-ban írták le először a hunok nevét kínai krónikákban. A hunokat ők Xiongnu-nak nevezték, ezt a szót használták, és érdekes módon ugyanez a szó az ázsiai hunok, európai hunok,
folytonosságának is egyik egyértelmű, hát nyelvészeti jellegű bizonyíték a szóhasználatban, és a azonos események fölnézése miatt van ennek szerepe, mert nem ekkor kezdődött a történelmük. Csak ekkor erősödtek meg annyira, hogy most már érdemes volt figyelni rájuk. Bár még akkor nem voltak nem jelentettek önálló katonai tényezőt sem, csupán a kínaiak segédcsapatai, zsoldosai, durvábban, hirtelen finomabban kellett mondanom, tehát segédcsapatai voltak. Utána néhány évtizeddel később, időszámítás előtt vagyunk, 210 körül fölgyezték, és sőt ettől kezdve már állandó szereplői a krónikáknak. Bár a kínaiaknál, tudják, ez nagyon nagy baj, egy-egy nép eredeténél az elnevezés, az tudják jól kétféle, mert mi magunkat magyaroknak nevezzük, de a francia, az olasz, a német, a lengyel, és így tovább nem így. A külső elnevezés. Mert nem mindegy, és a népek nyomon követésénél egyik nagyon fontos dolog az elnevezésük követése. Na most, amikor ezt fölgyezték, hát itt persze nagyjából talán legazonosítani, a Csendes-óceán melléktengerei vannak, és itt pedig a mostani főváros. És ettől északra akkoriban nem voltak politikai határok, sőt később is, hát az útlevélön meg a határelnőrzések modern találmány, de itt nagyjából a füves puszták, az eurázsiai, nagyjából ez az északi mérséget őknek a jellegzetessége, a füves puszták élettere. Persze itt a színezésben lehet látni, hogy ez eléggé magas, ez 800 és 1200 méter körül, de hatalmas, nagy, óriási, végét nem lehet látni az óriási lejtőknek, ahol ezek a nomád állattenyésztést, tehát nem az istállózó, hanem szabadban legeltető. Amikor nyáron fölhúzódtak a hegyi legelőkbe, télen lehúzódtak a védettebb, melegebb völgyek aljára, ezt úgy hívják, hogy legelőváltó gazdálkodás. Aztán, amikor netán a nyájak nagyon felszaporodtak, a nyájak többsége az juh volt a csontvedek alapján, szarvasmarha, és csak harmad-negyed sorban jött a ló, a esetleg teve, tehát egyéb állatok, és hát ez volt az a térség, ahol a legelső leleteket találták. Ez elég ismert Magyarországon, 1925-ben egy Kozol nevű orosz expedíció, tulajdonképpen katonafiú volt, és hát más okai voltak, nem annyira régészet érdekelte, de azért hál' Istennek azzal is eredményesen foglalkozott. Az első azonosított hun sírt, hun vezéri sírt ásták ki. Nagyon úr, néha a magyar könyvek Noin Ulának írják, az teljesen rontott forma. Nagyon úr, az úr hegye, a vezér hegye, nagyjából ez a jelentése. És ott volt egy nagyon érdekes sír, úgy külsőre is érdekes, arrafelé az év nagy részében fagyott talaj van, és gerendákkal kiboltozott sír, nagyon kitűnő és nagyon jól megmaradt minden. Megmaradtak kitűnő kárpitok például, bár a sír kirabolták, hozzá kell tenni. Ez ősi foglalkozás keretén belül másfelé is, és ennek ellenére sok lelet megmaradt. Mert kit érdekeltek azok a nagy, nem ez, ugye összefeprésett gyakjukból, a szarvas, a magyar történetben tudják a szarvasnak, a csodálatos szarvasnak milyen fontos jelölő szerepe van, és amit arra lecsap egy griffmadár, zárójelben, aki a Szekszárdi Múzeumban volt már, vagy majd megy, a bejárattól úgy emlékszem balra a második vagy harmadik szobának a felső fríz festmény díszítése pontosan ez a jelenet. Ezt másolták le, a nagyon új sírból ered, de sok egyéb érdekes fegyverlelet, ruha, egy törött lakcsész, amiből a kort lehetett datálni, mert a cserekereskedelemnek valaminek a kora megállapítható, akkor megállapítható annál nem régibb, az jelent egyfajta határ. És sok egyéb lelet is igazolta azután, hogy azon a területen akár a hunok elődei, akár pedig akiket később mi úgy nevezünk magyarul, hogy ázsiai hunok. Mert a hunok Ázsiában és a hunok Európában. És hát ott éltek, méghozzá meglehetősen nagy kiterjedési birodalmat szerveztek. Ezek viszonylag ismertebbek rész, hál' Istennek elég pontosan ismert részek, mert akár Haltun, most már látták, hogy miről van szó, majd utána van szükség, ezt a felragasztjuk Attilára megint. De azok a népek a kínai történelemben
az északi ellenség nevét játszották. Kezdetben nem is nevezték külön Sumunnak, Hunnak őket, hanem másfajta hú, északi barbárok, így hívták csak. Aztán az se érdekelte őket a kezdet kezdetén, hogy hány törzs, hány nép, hány nemzetség, nem. Ilyen közös névvel szerepeltették. De hozzátennék egy másik fontos dolgot. A hun az nem jelent egyetlen népet. Azért kell vigyázni, mert rengeteg könyv és cikk néha a hunok alatt egyetlen homogén népet ért, nem. Nem. Mert főleg amikor erősödtek, és Mauton meg Tómán idejében, Tómán vagy Mauton idejében eléggé erősek voltak létszámban is, fegyveres erőben, hát a pásztor kellett védelmezni a nyárat is, meg a családját is, tehát egyúttal papona is volt. És akkor, hát előfordult nyilván a legelők, nem bizonyultak elegendőnek. Kellett hódítani és szerezni újabbakat. Legyőztek más szomszédos törzseket, sőt törzs szövetségeket, tehát népeket. Magyarul nőtt a lakosság nem szorosan vett genetikai hunokkal, hanem más népekkel. Összességükben többségükben rokonság volt, akár genetikai, akár általános civilizációs rokonság. És ugyanakkor az az érdekes, hogy tehát a hun az gyűjtőnév volt. Ezt miért kell mondani? Mert még a 40-es években, amikor egy nagyon jó gyűjteményes kötet megjelent, Attila és Hunyai volt a címe, akkor ott éles viták voltak, hogy na most a hunok mongol nyelven beszéltek, iráni nyelven beszéltek, milyen nyelven beszéltek. Az egyik esküdött erre, másik arra, harmadik amarra, tudományban megesik ilyesmi. De hadd mondjak valamit. Van, azt hiszem, én legalábbis évtizedek óta így próbálom tanítani, hogy a vagy, tehát vagy ennek van igaza, vagy annak, ez nem jó. Az és. Nagyon sok esetben az a megoldás, és az és az nem köszönő. Ez is, az is. Mert főleg amikor az erősödő hunállam másokat is legyőzött, mert egyre nagyobb lett, egyre komolyabb erőt jelentett, akkor volt, hogy kisebb népek önként csatlakoztak. Akkor a hétfőtől kedre, amikor csatlakoztak, már ők is az erősebb hun néphez tartoztak, őket is hunnak nevezték, sőt, ők önmagukat is. Hát nyilván azért, hogy most már a nagyobb védőernyő az minket is véd. Tehát itt nagyon fontos dolog ez, hogy heterogén. Tudom jól, hogy Belső Ázsiában gyakorlatilag hirtelen nem is jut eszembe, hogy élő történés mikor volt, mert másfajta szakmában utazott valaki, de a turista utazás nem mindig azonosak utazódta. De a lényeg az, hogy most eszembe jut egy olyan esemény, Felvinci Takács Zoltán, aki művészettörténész volt, és itt a szomszéd utcákban van a Kelet-Ázsiai Múzeum, annak ő volt tulajdonképpen az alapító rendszerező mestere, művészettörténész volt. És amikor egyszer nagyon keserves utánjárással, életében először is utoljára volt ott, de nagyon érdekes az utazása, sok hasznos megfigyelése volt, Xianyang környékén ez a régi kínai főváros volt, mert most Peking az. Peking, nem is tudom, pont tavaly mi csináltuk az egyetlen filmet, azt mondom, 850. évfordulójára Pekingnek, hogy főváros, de a régi főváros az nem az volt, köszönöm szépen. Itt van ez a sárga folyónak ez a hatalmas nagy kanyarulata, és ennek a déli részén nagyjából, igen, bocsánat, itt errefelé Chang'an, a hosszú békevárosa, most Xi'annak, a nyugati békevárosnak hívják, ettől északra van Xianyang, és régebben ennek a nagyon nagy kiterjedésű városnak, ha lenne idő, akkor beszélnék arról, hogy milyen különleges az, hogy például a Fiú utcája 156 méter széles volt. Mi? 156 méter. Vagy például a városkapuján hatalmas nagy várfal vettek, hát ott sokat dolgoztam. A hatalmas várkapunál ott nem egy kocsi fért, tehát nem a magyar autópályák mérete, hanem nagyjából a 6 plusz 6 perc autóutaknak, amire csak a középső ülés volt. Szóval eléggé nagy volt. Ne feledjék el, amikor 1200-as években, lábjegyzetben mondom csak, amikor Marco Polo először volt ott, nagyjából a tatárjás után évtizedekben, és utána 18 évi távolét után, amikor Itáliában lediktálta az élményeit kitűnő memóriával, akkor hát persze kinevették, és illmillionaire csúfolták, hogy a milliómos. Mert azt mondta, hogy ő Kínában milliós városokat látott. Hát Európa akkori nagyvárosai a legnagyobbak 30-40 ezeresek voltak. Aztán ekkora város nincsen, hazudik a fickó. Na most, hát igen, meg azt mondja, hogy fekete kővel tüzelnek.
begolyozott, hát fával kell tüzelni, ez fekete kővel, a színről nem tudtak semmit. Na, szóval a lényeg az, hogy akkor térjünk oda-vissza egy ugrás előbb. A CNN környékén Felvinzi Takács Zoltán nevét említettem, egy fiatal kínai tábornok, Hu Jiping, aki sok csatát vívott a hunokkal, és nagyon fiatalon, 24 körül lehetett, amikor meghalt, már akkor győztes csaták sora volt mögötte, és a császár annyira kedvelte, protekció nélkül lett, és korrupció nélkül lett főnök. Nem ismerte ezeket a mai kelet-európai szokásokat, vagy nagy korrupció, nagy beosztás, és így tovább. Hanem a lényeg az, hogy akkor a síremlékét a császára úgy rendezte be, hogy a régi győztes csatáira emlékezzen. Kicsi mesterséges dombocskákat a hegyek emlékére, és 4 szobrot, ahol a hunokat legyőzik a kínaiak. Mert a csaták hol az egyik, hol a másik. Futballban is így van, háborúban is megesik ez. És ebből csak egy maradt meg, és amikor Felvinzi Takács megtalálta, érdekes szobor, ezt nincs valamelyik filmünkben, belevettük aztán, persze ott is megvehet sokan. Szilnyen, mert ez a hun lovas szobor azért nagyon érdekes, nem azért, mert egyik kezében egy nyíl, másik kezében egy íj van, hanem az arcvonásai persze, hogy másfél-két évezred alatt megkoptak. De azért eléggé fölismerhetőek voltak, és a Felvinzi Takács, mint művészettörténész, nagyon ügyes és nagyon pontos rajzot készített, ő abszolút módon mongolnak találta azt. De ez ne tévesszen meg senkit. Mert mondottam, hogy a hun név az egy heterogén népalakulatot jelez, és az sem mindegy, hogy melyik időszakban. Tehát, hogyha hiteles könyve, és most hiteles könyv alatt, bocsássák meg, nem akarok bántani senkit, de most a kis kegyedet mondanám, egy magazint, akkor az ott közölt cikk nem biztos, hogy abszolút hiteles dolgot mondom. Most én hiteles művekre céloznék, tehát ami nem a nagy közönségnek szóló bulvársajtó, ahol írnak esetleg mondjuk 24 hun törzsről. Máshol pedig írnak 108-ról. Nem az egyik igaz, vagy a másik, mind a kettő igaz. Csak az egyik az 150 évvel korábban volt, a másik 150 évvel később. Tehát itt mindig figyelemmel kell ezeket nézegetni, és mindig a magyarázat megvan arra, hogy mikor mi hiteles. Tehát itt a nyelvre, eredetre, genetikára is ez vonatkozik. Na most ezen a területen pillanatban ide visszatérünk. Most itt például ezeken itt rengeteg hunsírt ástak ki. Hát aki azokat irányította, egy Ingvar nevű professzor, azzal sokszor, hát már 20 év voltam, egy pár tényt mondanék akkor a sztorik helyett. Például, akár itt ebben a nagyon érdekes jó könyvben is, amit Attila írt, illetve a kedves édesapád, és ez nagyon tiszteletre méltó a szülőgyerrel kapcsolat szempontjából elsőrangú. Például a hunok földművelése, mert az előbb mondottam, hogy döntően nomadizáló állattenyésztés volt. De itt hol és környékén a sírokban, amit úgy hívnak, hogy ekepapucs. Mert az eke az, hát most úgy készül, ami, hogy agyan készül, hát nyilván fémből. De annak idején, amikor még nem ismerték, vagy csak később lassan a rezett bronzot és így tovább, akkor az ekét azzal védték, hogy a fára ráhúztak egy, később, amikor már, mert generáció soráról van szó, ráhúztak egy fém védő, olyan kesztyűféle, papucsféle valamit, amit ekepapucsnak hívnak a régész szakmában, és ezek igazolják, hogy a hunok tehát tényleg ismerték a földvelést. Nem az volt a fő foglalkozás, hiszen hát akár a mai népekre gondolunk, hát nyilvánvalóan a gazdasági élet összetettsége adja az élet összetettségének a hátterét. De a lényeg az, hogy az alapvető állattenyésztés mellett ismerték a földvelést. Nem hiedelem, hanem tényszerűség. Vagy például találtunk bizonyos sírokban hatalmas nagy gabonatartó edényeket, nagy hatalmas, nem is kicsi urnákat, ami szintén a gabona tárolását jelezte, és hát arról nem is beszélve, hogy a kínaiakkal, mint a legfontosabb megtelepedett néptel folytatott cserekereskedelemben, a kereskedelem is egyik természetes velejárója volt az életüknek. És hát
Igen, a régészet nagyon sok olyasféle tényt megerősít, pontosabban bizonyít, igazol, amit tulajdonképpen inkább csak úgy a logika alapján, meg esetleg egy-egy fölérzés alapján lehetett kiszámítani, vagy számításba venni, hogy esetleg erről is van szó. Hát igen, nagyon érdekesek voltak a kínai és a kun kapcsolatok, mert voltak ennek békésebb időszakai, amikor egy-egy erősebb kun törzsfél. Itt most, hogy a később időszakban a király, fejedelem, császár elnevezés, az gyakorlatilag annak nincs jelentősége, mert az egyeduralkodó jelentést, hogy most egyik nyelv hogyan teszi át, a lényegen nem változtat az elnevezés, de a törzsfőnek a neve is, hogy most kagánnak és így tovább, mert a sanyű, vagy van a kínai dialektusok szerint van, hogy csévelejték, van a lesselejték, a sanyűt, a főkán. Volt, amikor kínai feleséget kért a császártól, tehát nem csak békét kötöttek egymással, hogy most nem támadjuk egymást, hanem feleséget is, hogy a családi kapcsolat jobban megpecsételi a szerződést. Nagyon érdekes históriák azok, amik a Huánye és kínai felesége, meg sok más. Na de arra majd más alkalommal. És ugyanakkor háborús viszonyok is előfordultak a két nép kapcsolatában, sőt kezdetben az volt a nehezebb, az volt a veszedelmesebb. Ha most lenne egy időkor beszélgetnénk arról, hogy Kínában, de általában a keleten a szimbólumok világában, a világtájaknak, színeknek, rajzoknak, alapoknak, formának mind-mind nagyon gazdag szimbolikus jelentése van. És az észak, ahol ezek a nomád népek, a hunok, meg később más ótürk népek, ótörök népek, az avarok, a jászok, sok olyan lovas nomád nép, mint hasonló életmódot folytattak, és hát őket ellenségnek tekintették. Fekete az mindig az a sötét, az észak, az most is Kínában egy kicsit ilyennek minősül. Hát az angol folyót, az északi haderfőt is Hérünkiánnak, a fekete sárkány folyónak nevezik. És köztudott az is, hogy a híres nagy falat, a világ történelem egyik leghíresebb mérnöki csodáját, azt gyakorlatilag az északi nomád, barbár, vad népek ellen féltek tőlük, a hunok ellen építették. Gyakorlatilag Krisztus előtt 220-ban nagyon írják a néha a magyar történelemkönyvek, hogy akkor építették, nem igazán pontos, mert egyes szakaszai már megvoltak. A Qin Shi Huang, az első nagy birodalomegyesítő császár, az tulajdonképpen csak összekötötte a meglévő szakaszokat, és helyenként kiegészítette. Hát mi végigvizsgáltuk, hát én 5-6-8-ról végigjártam ezeket a nagy útvonalakat, és hát filmben is elég sokat majd Attila vetít ezekből a filmekből, aki meg látta, amikor a Duna TV 3-4-szer megismételte, az majd a sötétben szép csendbe elmegy. De érdekes volt az is, hogy Európában erről is azt hiszük, hogy ez az a szép lőrésekkel csipkézett valami, nem igaz. Nem igaz, tudom jól, hát persze, minden nép büszke a saját alkotásaira, és most a legújabb múlt hónapokbeli nemzetközi szavazással a kínai nagyfal került az első helyre a létező világcsodák közül. De ez a csipkézett lőrésekkel, védőtornyokkal díszített fal, ez valójában csak a Peking környéki szakaszra vonatkozik. A többinél, amelyek a korábbi dinasztiák, nem a legutolsó a Qing dinasztia volt, egy Manzsu dinasztia, de korábban például a Ming dinasztia, az fényesett, ragyogott jelent magyarul, akkor épült a legtöbb szakasz. Vagy még korábban a Yuan dinasztia idejében, de akkor nem volt igazában, ez egy mongol dinasztia volt, Genghis Khan unokája szervezte meg, hanem valójában csak egy összehordott, magas, nagy domb volt, amin gyalog sem egyszerű, hát óval még kevésbé lehetett. Tehát valóban jelentett védelmet. És azok az őrtornyok, amelyek hol a nagy falon, hol pedig a nagy fal előtt voltak, azok nagyon fontos jelző védőszerepet töltöttek be. Sokszor végigjártuk ennek a belső részét, amelyek aztán egészen messzire helyezettek. A kínaiak most kezdték meg a pontos felmérését. Tehát amikor Kínában van egy verseny, 6700 km, tessék mondani, annyit fogadnak el, de nem pontos a szám. Na most mert így erre folytatódik, és itt a térképen még tovább, nagyjából ebben a térségben, ahol a Gobi-sivatag és a hatalmas Taklamakan-sivatag, most ebben a dzsungelé találkozik, itt ezen a részen írták a
magyar újságok is, nem emlékszem pontosan 3 éve vagy 4 éve, hogy találtak egy 550 kilométeres új falszakaszt. Nem 5 kilométereset, 550 kilométereset írták a magyar újságok. Na jó, indiai régészekkel már 2 éve korábban ott dolgoztunk azon a területen, tehát nem volt egészen pontosan, olyan, mint a jereváni rádió hírei, mert ez a rész, ez csak a legelső nagyobb kínai, a Han dinasztia időszakában tartozott Kínához, és ezek valóban egészen egyszerű, nem téglából, hanem döngölt agyagból, utána arra egy vessző réteget, akkor megint egy ölő réteget, így építették egymásra ezeket. Tehát a nagy fal, amit visszatérünk a kiinduláshoz, lényegében a északi nomád és a legerősebb, a legtömegesebb, a hunok ellen építették. Hát igen, nagyon érdekes és különleges. Egyébként aztán a hunoknak... Igen. Köszönöm szépen. Még azért engedjük meg, hogy egy picit diskuráljunk, és akkor majd köszönöm szépen, hogy szóltál, és még 10 perc belefér, és nektek utolépésre kell megyni. Mert azután ez a terület, amikor a hunok most csak, hogy nagyon röviden, inkább olyasfélét, amit nem igazában lehetett olvasgatni, mert itt azért ezek nagyon nagy távolságok, és többek között volt olyan utazásunk, amikor hónapokon keresztül 16.500 kilométert kellett végig dolgozgatni a Tatarlokán sivatag déli oázisait, az északi oázisait, sőt, dzsungeljának az északi részét is, ahol hát különösen sok érdekességet lehetett látni. Ez az útvonal nagyjából a híres nagy népvándorlásnak az első szakaszát jelentette, amikor a földrajzi Mongólia, mert később ezt 1991-ben tették Mongóliára és a kínai ügyvet belső Mongóliára, azután innen húzódta, ez itt a sárga folyó. Nagyon erős a lösz kordalék tartalma, színe is tényleg sárga, nagyon hangulatos, és ezen túl ide, erre a térségre költöztek. Sőt, itt valamikor magyar újságok, de Kanadában, az újságban olvastam oda való újságot, hogy magyarul beszélő népek élnek ott. Hát ezt írt az, aki nem volt ott életére, az a kezdődött az. Két vonattal, amikor utazott, két hét oda utazott, két hét már simán értették. Vonattal nem lehetett oda utazni, tehát már itt lehetett látni az egész szöveg mennyi folytalan. De itt ezen a térségen próbáltuk azt megvizsgálni alaposabban. Hát persze, nem magyarul beszélő törzs nem volt egyáltalán. Bár máshol találkoztunk olyanokra errefelé például. Tiensárhegység, az Illi-völgy, Dzsungeli északi részén. De ezek inkább hun utód népek. Mert a népvándorlás során egyrészt nem úgy kell elképzelni, hogy fölpakoltak kocsira, lóra, tevére, és akkor megnézték, na most akkor 5 óra, 0-0 perc, indulunk, és akkor folyamatosan, és a térképen, hogy na majd a Kárpát-medence, nem. Szó sem volt. Általában a füves pusztákat, a folyókat követték, ahol az állatnak volt elegendő legelője, ivóvíze, és olyan szépen lehet látni. Egyik-másik területek különösképpen azt, hogy szinte látótávolságról többfelé elágazik, de mondjuk tót vagy folyót lehetett követni. Akkor nagyon pontosan az útvonalra is lehetett következtetni, de hadd tegyem hozzá, mással is lehetett. Egyik alkalommal a 24 út közül egyszer egy amerikai kutatóversenyben voltunk együtt, aki később erre is taposodott, az egyik híres leletre, a hun üstökre, ami egy ilyen hosszúkás henger, tehát nem ilyen üstforma, egy ilyen hosszúkás, különleges üst volt, egy fordított kúpon nyugodott, és a fülei nem oldalt, hanem fölfelé voltak. És itt végig ezen a területen 154 darabot, azóta még egy párat találtak, hogy a Magyarországon is, tökéletesen a Nemzeti Múzeumnak a földszinti jobboldali szárnyában lehet látni a törteli kaposföldi üstöt. Most tavaly ugye Balatonnál környékén találtak egy pontosan ugyanilyen, abszolút módon tökéletes, nem is mondok a testvére, édes testvére ezeknek az üstöknek. Itt Ürümcsi környékén, ez az ujgur terület, Magyarország 17 és félszerese. Ott találtunk többek között egy olyan üstöt, bocsánat, egy ujgur pásztor találta, itatta az állatait belőle, csak aztán végakaratával muszolgat adományozta. Bóna István, a Magyar Akadémiai Régészeti Intézetnek az elhunyt kitűnő tudás igazgatója,
az európai múlt történetét mesterjel tudta, csak mondta, hogy az eredetekről nem sokat tudunk. Hát jó, hát ki az ördögrendtel arra felé akkor. És hát amikor megnézte azt a fényképet, hogy Pista bácsi, itt van ez az üst. Gyerekek, hát ez a törpelés, nem Pista bácsi, ez Ürümcsiben van, az újgül fővárosban. Lényegében meglepődött, már két nap múlva telefonált, hogy megvan a megoldás, hát hamisítván. Pista bácsi, lehetséges, csak engedje meg, hogy itt sok-sok ezer kilométeren keresztül több mint másfél század, sőt, tucatnyi sziklavésett formájában, pontosan ugyanaz a tipikus forma, nem lehet eltéveszteni sem, hogy akkor az mind hamisítás lenne, ez az egyik. A másik, hát az ottaniak nem is tudják esetleg, hogy ez miért fontos, mert a kínálat azon szépen díszített, csodálatos sárkányokkal, főnixekkel, teli üstöket kedvelik, bronzötvényeket, és hát ez meg pontosan jelzi azt a vándorlást, ami nagyjából erről a területről, ahogy már mondott, a Ordosz térségét érintette, aztán a Hunvirodalom többször, mert a régi birodalomnak nagyon függtek egy erős kezű szervező vezetőtől, és aztán erre felé, itt a nagy hegyeknél csak egy nagyon keskeny hegyszoros van, a Hörszi szorosnak hívják, egészen szépen, nem is szépen, szűkösen, szűken összefutnak a magas hegyek. Itt ezek olyan 5-5,5 ezer méter magas hegyek, és itt lehetett tovább menni, és nagyjából itt, ez a kettő nincs szinkron, mert itt jön ki, és itt folytatódik, és itt pedig a sivatagot vagy északról, vagy délről, de a hunok azok északról mentek. Ebben a térségben itt a Taklamakán sivatag északi részén, a Bárkpol túl környékén nagyon sok hunemléket találtunk, aztán errefelé tovább, ebben az irányban, ez Dzsungária, ami meglehetősen ismeretlen terület. Hát mi körbejártuk északra mindenfelé. Magyarok nem jártak ott 1849-ben egy magyar honvéd tiszt, így nagy éhesen végigbóborolt egy föl, ezért nem jött fel a Berenice László erre. De ezen a területen manapság is nagyon sok hun utód nép él. Mert Kínában a jelenlegi 56 nemzetiség közül durván az egyharmada tartozik az ótörök népek közé. Aztán persze többfelé elágoznak, de itt is megtelepedtek egy időre Dzsungária területén, itt a déli részen a Selyem útnak, a híres karavánoknak a karaványait szokták kifosztogatni. Akkoriban hát mindenkornak megvan másfogalma a becsületességre. És aztán errefelé itt megint sokáig éltek, itt az északi területen többek között, ott is találtunk rengeteg olyan szobrot, ezt majd itt Attila az 5-ös számot, ha nézitek. Ott például olyan régi szobrok vannak, amiket amiről persze Magyarországon megjelent egy nagyon alapos könyv a pusztai kőemberekről, de egy betűt nem írt arról, ebben hát persze honnan lehetne tudni. Ebben a térségben legalább 2 tucatot találtunk, legalább 2 tucatot, sőt olyan archaikusokat, ami a Türk birodalom, mert a türkök jöttek a hunok, avarok hunok után, időrendben követték ezt a hullámot, és ezek egyértelműen művészettörténészek valószínűsítették, hogy annyira archaikus szobrok, tehát nem hasonlítanak a késői türk szobrokhoz, sokkal egyszerűbbek. Itt nagy hun temetőket találtunk, amiről semmit nem tudnak Európában még, és azután errefelé, itt a Dzsungár kapun, ez jelentette azt az irányt, ahogyan errefelé Balkhastól, és mentek tovább az Araltó, a híres turáni síkság környékére, és ez volt az a térség, a hunok egy része, a déli hunoknak ugyan itt nevezték el, itt őket már fehér hunoknak szokás inkább nevezni, sőt, miután Indiában körül majdnem másfél évszázadig voltak, jelentős időszak volt az indiai történelmi könyvek szerint, dolgoztunk ott is jó néhányszor, de ők évszázadok alatt asszimilálódtak, tehát már csak a emlékeik szólnak erről, de semmiféle konkrét nyom már nincsen. De hát persze az is értékes és érdekes dolog. A heftalikák, akik délnek kanyarodtak, és a hunok többi része pedig vonult tovább nyugatra, elérték Attilát, Attilának a szülőhelyét, bocsánat, a nagy folyókat akartam mondani, mert Attil az egyszerűen csak folyót jelent. És a hunok elnevezése. Ez megint egy időben nagy vita volt, hogy Attila honnan kapta nevét.
minden magyar történész esküdött rá, hogy a múltoktól, az ellenségtől. Ugye, mintha az ellenség adna, de komolytalan. Nagyon valószínű, hogy a folyótól kapta nevét, mert rendszerint a hegyek, folyók jelölték a származást, és hát amikor a hunok megjelentek Európában, már akkor őket nem ázsiai, hanem európai hunok lehet nevezni. És hát, hát nagyjából ez lett volna a vándorlások iránya, és aztán a vándorlás, tehát nem szabad elképzelni egy folyamatos kempingezésnek, hanem a nomád életmóddal. És az az érdekes, hogy nagyon sok helyen találtunk olyasféle részleteket, és bocsánat, de megint utalnék arra, pár éve, hát bár sok filmünket mutatták be a Duna TV-ben, de pár éve Sejemút címén volt egy 8 részes filmünk, 3-4-szer megismételték, ott lehetett látni, hogy bár a felvett 36 órából 3 óra maradt meg, a többit ki kellett hagyni, hát mert állandóan csak népvándorlás nézni meg magad, de lehet látni, hogy most is ugyanazt az életmódot őrizték meg. Agyan mondjuk heftaliták, csak a szót őrizték meg. De az életmódot megőrizték, azt a legeltető, pásztorkodó életformát, olyan különleges, hogy hatalmas nagy völgyeknél milliónyi állat legel. Közben a körsátrak, a jurták, lovakon ellenőrzik a pásztorok, néha tevékel őket. A legelőváltó gazdálkodása éppen úgy cserélnek helyet, téli és járműszorban, amivel említettem. Tehát ott a régészeti emlékek mellett él is. Meg ugyanúgy a Nansenban ott ugyanazokat a fenntartó dalokat lehetett találni ebben a térségben. Egy csomó olyan dal, aminek a szerkezete. És most gondoljuk arra, hogy a Sonja Schiffert a filmkor 17 dalokat talált, ami hasonlított, de hát illetve utána nézni, hogy a cseremis népek azok azért tanulták el a hunoktól, meg más útűrt népektől ezt, mert ők voltak legdélebbre, tehát a népvándorlással érintkeztek, és a hatásokból vele tartoztak. Na, szóval a lényeg az, hogy ott nem csak a krónikák, nem csak a sírok, nem csak a múzeumok, vagy a múzeumok találmányi gyűjteményei. Voltunk olyan helyeken, ahol rengeteg csodálatos régészeti emlék volt, magyar szemben csodálatos. Csak semmit nem tudtak róla, azt mondták, mindenféle azonosíthatatlan nomád népnek a azonosíthatatlan dolgai. Na jó, de hát azt illik egy magyarnak tudnia, hogy itt a múzeumoknak, a régészeti leleteknek, a felsőtizavidék, a sírok, a sírleletek és így tovább, hogy milyenek és nagyon pontosan lehet azonosítani. A lényeg az, hogy ugyanakkor az élő emlékezet, a hagyományok, a szokások, egy csomó szólásmondás, amit nem ismernek máshol. Hátra kötöm a sarkad, meg megütöd majd a bokát, tipikus hunbüntetés, és ellen ismerik. Vagy azok a szólások, hogy lőttek neki, amikor ugye meghal valaki, na, lőttek már szegénynek. A tipikus húszokás, a világon sehol nem ismerik, csak ott. Találtunk olyan sírt, ahol a csontváz alatt a fémdetektorok kimutatták a belelőtt fém nyílhegyeket. Előtte lőtték, hogy ne jön vissza kísérteni, hogy nehogy gonosz szellemként. Ugyanaz, amit Benedeken leírt, hogy a Székelyföldön pisztollyal lőttek a sírba, hogy nehogy kísérteni. Éppen úgy nem tudták a székelyek, hogy ez egy roppant ősi szokás, amit nem ismernek a franciák, nem ismernek a szlávok, és így tovább. Csak ott ismerik, és csak itt. Na ezek azok a figyelmeztető jelek, és sokoldalú jelek. Mert a néprajztól a nyelvészetig, a régészettől a vallástörténetig, a zenetörténettől a díszítőművészetig. Egy csomó dolog az jelöli ki, hogy egy-egy népek közti kapcsolatnak nem csak szóbeli hagyománya van, hanem van konkrét tárgyi, vagy pedig, amit úgy szokás mondani, hogy a nép élő emlékezete. Agyad Ürümcsiben, az Újgurok környéken, mondanám utoljára. Egyszer emlékszem, voltunk egy nagy vallásos rendezvény után, oda jött egy Újgur, valami feltűnt neki, látta, hogy bár rengeteg ember nagyon hasonlít külsőre is, a mondjuk kiskunsági, nagykunsági külső magyarok, magyar képhez, de kérdezte, hogy kik vagyok. Hát próbáltam mondani, hogy van Sungyari Delilah, hogy honnan is próbálj Cai Búcsó, hogy Európából keveredtünk magyarok. Hát kapásból tudta. Nem volt a történettudományok doktora, hanem csak egy sétáló, egyszerű újgur ember az utcáról. Hát tudom, hát persze, hát így mutatták. Hát a két ág. Csak hogy mi ketten együtt vagyunk. Csak hogy írt a tenyerembe, 2000 éveti elcsorogtatok nyugatra.
Na én nem vagyok benne egészen biztos, anélkül, hogy lebecsülném a nagykörúti műveltséget. De ha itt megkérdeznek bárkit, hogy az új gondokról mit tud, nagyon félek, hogy nem tud annyit. De Ürümcsiben máskor is ugyanígy volt, hogy jó, nem jelent, hogy mindenki azonnal tudott volna, de jó néhányan tudtak. Az egyik oázisban, az különnyi csátkirikban, ott a hozzonigazgató, aki van tündérre volt, hogy elvitt minket egy elzárt helyre, ahova kinevetlen sem leszart. Már is így van. És akkor ott, amikor kérdezte, hogy na, akkor, hát jó, már akkor most már tisztáztuk, hogy hát persze, hogy tudom, hogy kik vagytok. Hát nem a szoros édes testvérek, de olyan másodunk a testvére. Mert ilyenkor, amikor őseinket keresünk, nem a mostani magyarok, mostani rokonait, hanem a mi őseink és az ottanétek ősei között keresünk a kapcsolatot. Hányan is vagyok? Nem akartam olyan sokat beszélni a statisztikával, meg akkor még nem volt meg ez a decemberi legendás népszavazás, mert akkor tudtam, hogy másfél milliót kell csak mondani, annyi magyar van, a többi az csak itt lakik. Hát én 10 milliót mondtam neki nagyon optimistán. Számolt egy kicsikét ott a múzeumigazgató a pártitkár barátjával, mondta, hogy nincs semmi baj, hát ha vissza akartok jönni, akkor még földet is mondtuk, hogy csak 10 milliót mondtuk. Mondanám házolítások mindenkinek, akkor. És tudom jól, hogy itt egy ilyen szűkös 40 perc, 45 perc nem elegendő arra, hogy mindenről. De hogy nagyjából lehessen érezni azt, hogy mennyire fontos a konkrét vizsgálódás. Nagyon fontos a levéltárakban, könyvtárakban, idehaza is. De nagyon fontos a helyszínen is, és hát majd legközelebb azzal folytatjuk, hogy ez a sok száz napi konkrét vizsgálódás tapasztalata, amely mit is jelentett, de bevezetőnek hadd legyen ennyi elég. És majd az Attila lehet akkor ezekről a tájakról, talán az a, ahogyan mondottam, talán az az ötödik rész esetleg, igen. Lehet, hogy abban majd kiderül, hogy most még, és akkor kérem, most írjanak át a filmnézésre, és akkor pedig összedik a képet. Igen, igen. És akkor... Nagyon köszönöm, hogy előttem. És akkor...